Gulyás Ferenc nével, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetőjével a Kúten úti óvodában tartott tannévnyitó értekezleten beszélgettünk az új nevelési évről. A tanévnyitó értekezleten megfogalmazzák azokat a feladatokat, amelyek előttük állnak és számba veszik az eddig elért eredményt, programot, amit szeretnének megőrizni és idén is megvalósítani. Ilyenkor megfogalmazzuk a célkitűzéseinket, megfogalmazzuk azokat a feladatokat, amelyek előttünk állnak, és számba vesszük mindazt az eredményt, amit eddig elértünk, amelyeket szeretnénk megőrizni, és minden olyan programot, amelyet nagyon szeretnénk ebben az évben most már szülőkkel közösen megvalósítani. Az idejében nagy kihívás, hogy a jelenléti óvodai nevelést minél hosszabban fent tudják tartani. Az idei évben nagyon nagy kihívás lesz számunkra, hogy a jelenléti óvodai nevelést minél hosszabban fent tudjuk tartani, hiszen itt ugye tudjuk, hogy a járványügyi helyzet az ebben az évben is várhatóan folytatódni fog, és ennek tükrében azért nagy figyelmet kell, hogy fordítsunk arra, hogy a tehetséggondozó programjaink meg tudjanak valósulni, meg tudjuk valósítani a tavaly elmaradt ovigálánkat, ősszel elindítsuk azokat a programjainkat, amelyek nagy intézményi szintű rendezvényeink, az Ügyeskedj a kerékpároddal szeptember végén, a Kejfej Jancsi játékos sorversenyünk, úgyhogy most ezek köré fonjuk a nevelésünket, és hát egy picikét az előttünk álló szervezési feladatok és szervezeti átalakulás köré. Ebben az évben 29 óvodai csoport indult a 9 óvodában. Ebben az évben 29 óvodai csoportban indítjuk a nevelési évet a 9 óvodánkban. Óvodapedagógusi létszámunkat tekintve azt tudom mondani, hogy 6 új friss diplomás óvodapedagógusunk fog kezdeni szeptember 1-én, úgyhogy ez nagyon nagy öröm számunkra. Nagy feladat lesz az, hogy az új óvodapedagógusainkat segítsük abba, hogy beilleszkedjenek a nevelőközösségünkbe, a szervezeti kultúrát megismerjék, átvegyék a hagyományainkat, működtessük a 10 szakmai munkaközösségünket, és azokra a feladatokra készüljünk, amelyek ebben az évben is előttünk állnak, így az Oktatási Hivatal Bázis Intézményi programjaira, az őszi és tavaszi időszakra bemutató foglalkozásokkal készülünk. Hát nagyon bízunk benne, hogy ezek nem online fognak megvalósulni, mint a tavalyi évben, bár nagyon nagy öröm számomra, hogy az óvodapedagógusaink digitális kompetenciája olyan szinten van, hogy ebben a formában is meg tudtuk valósítani, és nagyon sokan megtekinthették a nevelőmunkát, a nevelőgyakorlatunkat ebben a keretekben is. Kiemelt feladat a zöld óvodák jó gyakorlatait továbbvinni. Nagyon kiemelt feladatnak gondoljuk a zöld óvodáinknak a jó gyakorlatait, a gyakorlatok továbbfejlesztését, a környezettudatos nevelést, fejlesztést, és a tehetséggondozó programjainkat szeretnénk továbbvinni, hiszen most befejeződött a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával 8 projektünk az elmúlt nevelési évben. Most újabb pályázati projekteket készítettünk el a nyár folyamán 7 program keretében, illetve az óvodai tehetségműhelyek, azok több mint 20 műhely alakul a 21-22-es nevelési évben is, és ezek felölelik valamennyi tehetségterületet, és hát a régi műhelyvezetők mellett most az új kolléganők közül is bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe is. Több mint 20 tehetségműhely alakult. Felölelik valamennyi tehetségterületet, a régi műhelyvezetők mellett az új kollégák is bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe is. Egy kolléganőm van, aki pedagógiai asszisztensként tevékenykedett, vagy tevékenykedik még a napokban, és ő most harmadéves főiskolai hallgatóként levelezőképzés keretében szerezte meg az óvodapedagógusi diplomát, úgyhogy ő már ismeri a környezetet, bár volt és lesz is az óvodapedagógusok között is intézmények közötti áthelyezésekre sor kerül, illetve hát ezek elsősorban a személyes
és a nevelőtestületi kérések találkozásaiból adódtak, úgyhogy igyekeztünk olyan feltételeket teremteni az óvodájainkban, hogy a beszoktatás folyamata, hiszen az új gyermekek fogadása az egy kiemelt feladatunk lesz a következő hetekben, hogy ez zökkenőmentes legyen, minél inkább tudjuk segíteni és támogatni a egyrészt a bölcsödéből, másrészt az otthonról érkező gyermekeknek azt a érzelmi, nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatot, amiben ők néhány nap alatt, néhány hét alatt elfogadják az óvodai környezetet, megszokják és örömmel vesznek részt itt az óvodai tevékenységekben, elsősorban a felnőttekkel, de a társaikkal is. Elkészültek azok a fejlesztések is, amelyek be voltak ütemezve a nyári időszakra. A csoportszobák festésén és tisztasági meszeléseken túl nagyobb volumenű fejlesztések is megvalósultak. A csoportszobák festésén és tisztasági meszeléseken túl nagyobb volumenű fejlesztések is megvalósultak az óvodájainkban. Itt most a Kuthenúti óvoda udvarán még éppen az utolsó simításokat végzik a fűtőkarban tartó munkatársaim. Az udvari játékok alatti esésvédelem cseréje történt meg gumiburkolatra, valamint a szimovodán, a két csoportszobájának a padlózat cseréje történt meg laminált padlóra, úgyhogy illetve ajtócserével. Emellett megszépültek az óvodákba azok a udvari mesefalak, amelyeket vagy szülők, vagy óvonénik festettek a korábbi években, és most egy friss átfestéssel ezek újból élénk színűvé váltak, és várják a kis óvisainkat.